Sziasztok! Bepakoltatok? Akkor irány Görögország! szeptember 23-a van péntek, 3:41, itt vagyok Pécsen, a budai Vámi Tesco-nál, és várom a transfert, ami majd 3:42-kor ér ide, és a Szegedi Virágpiachoz visz fel, onnan majd felszállunk a törzsjáratra, ami visz Görögországba. És Görögországban most Szártira fogunk menni, ez a Halkidiki félszigetnek a középső nyúlványa, Kasszandra és Athosz között helyezkedik el. Ennek a kis félszigetnek is a keleti oldalán leszünk. Ez egy kis halászfalu. Na hát azért ennyire ne szaladjunk előre, mert oda is kell jutni, úgyhogy... És még van időnk ám a transferig, addig elmondom, hogy nem egy túlzottan nagy félsziget. A benne fekvő főútvonal kerülete, ami körülöleli a szigetet, 108 km, és van ott egy nagyon szép hegy is, Itamosz hegységnek hívják. Hát átlagosan 4-500 méteres csúcsai vannak, de van 8 és 700 is. A 800 valamennyi a legmagasabb. És Szárti az egy régi kis halászfalu volt, tulajdonképpen egy kis ékszerdoboznak is nevezik, ahogy olvastam. Ott éppen nincs egy hegy, egy síkság, a falu körülbelül egy olyan 2,3 km hosszú tengerparti szakaszon helyezkedik el. 1 óra 50 perc, megérkezett a transfer, ezen utazunk Szegedig. Jó tempót mentünk, nem volt felszálló sehol, nem álltunk megpihenni, és 2 óra alatt ideértünk a Szegedi Virágpiacra. Most várjuk a nagy buszokat. A befutott a mi gépünk is, 5 órára tervezzük az indulást, ezzel megyünk innen át Röszkére, és akkor Szerbia, onnan Makedónia, és le Görögországba. Odafele itt fogok ülni, ott az ablak mellett, 9D. És azért mutatom most is az alsó szintet, ott a pilótafülke. Itt van egy asztal jobbra-balra. És ugye úgy vannak a kiosztások, A, B, C és a D. Sziasztok! 2022. szeptember 24. szombat reggel 8 óra. Itt vagyunk Szártin, szemben az Anesti Apartman ház. Ez lesz a szállásom. Egyelőre még takarítanak, majd csak 3 körül lehet, azt mondták, elfoglalni, de bízom benne, hogy hamarabb meg lesz. És mi van itt a jobb oldalon? A tenger. Elvileg ez az Égei tenger lesz, ha csak nem valami speciális öbölneve van, a háttérben pedig ott van Athosz hegye, az az Athosz félsziget, az a Kolostor köztársaság. Szegedi Virágpiactól 14 óra volt az út ide Szártira, és ugye még 1 óra volt, mire kiszortírozták ugye a vendégeket a különböző apartmanoknál. Én a 8-as szobát kaptam, majd megmutatom az is, hogy milyen. Első látása Szárti egy csendes kis üdülőfalu, tehát nem olyan, mint Parália, nem zsúfolt, nincs az a nagy csillogás, üzletsorok végig, hanem ez a határozott kis csendes pihenőfalu. Az idő az már most jó,
És ahogy nézem, esett is az eső, mert vizes a homok. Egyébként, ami fontos, hogy Görögországban egy órával előrébb jár az idő, eddig mindent magyar óra szerint mondtam, most van ugye 8 óra 15 perc, tehát ez itt 9 óra 15 perc hivatalosan. Az út az nem volt egyébként fárasztó, 3-4 óránként megálltunk, pihentünk, hát a határ is az elég jó átjárható volt, szerb-makedon határon volt egy kis várakozás, de ez még belefért. Voilà! Szárti tényleg nem egy nagy üdülőfalu. Onnantól egészen odáig tart, ez 2,3 km, és végig homokos a tengerpartja, éppen mint Parálián. Majd itt is lesz egy 3,5 eurós idegenforgalmi adó, amit kis apartmanok esetén kell fizetni, ugye ez napi fél euró, ez 7 napra érthető, így jön ki a 3,5 euró. Ezt majd a tulajdonosnál kell rendezni. És ez a rózsaszínes, ez az Anestis apartmanház. Azt még nem tudom, hogy tengerre fog-e nézni a szoba, de általában nem szokott szerencsém lenni, úgyhogy nekem valószínűleg befele az udvarba fog nézni. De az se baj, mert a tenger körülbelül egy ilyen, hát 50 méterre lehet az apartmanháztól. Itt van egy kis helyi bolt, és itt vagyok az Anestis sarkán, mutatom az udvart. Hát én tuti biztos erre a tűzfalra nézőt fogom kapni. Első emeleten lesz valamelyik az enyém, a 8-as, csak nem tudom melyik az. Itt is be lehet menni. És ez itt hátul az udvar rész. Itt csak egy irányú a járás, nem is lehet eltéveszteni. És ahogy nézem, még itt is vannak apartmanok. Az is lehet, hogy ezen az oldalon kapom mondjuk ezt. És van egy jó hírem. 9 óra van, szólt a takarítónő, hogy átvehetem az apartmant, a szobám a 8-as, az első emeleten, úgyhogy fogom a cokmokot és megyünk is. Szuper! Itt vagyok az első emeleten, Anesti apartmanház, itt a cica, itt egy út, ez az udvar, innen jöttem föl, és az én szobám itt a sarkon a 8-as lesz, és akkor nézzünk körbe. Fürdőszoba, ez zuhanyzóval, mosdó, tükör, ciao, és az ablakon szép rend van, föltakarítottak. És ez egy háromfős szoba, ugye egy dupla ágy, meg egy szimpla ágyjal, van egy légkondi, ott az erkély kijárat, és itt jobbra egy konyha rész. Hűtő, egy villanyrezsó, és ugye poharak, tányérok három személyre, ugye három személyes az apartman, így minden három személyre van szabva. Én húztam ki a fiókokat, hogy ne kelljen ezzel bajlódnom, ugye három kanál, kés, mosogató rész, van egy kis tükör, lapos tévé, és itt most nem mágnes kártyáról megy az áram. Na nézzük akkor az erkélyt, most zártam be. Hát és mint mondtam, nem a tengerre néz az erkélyem, hanem egy szép tűzfalra. Viszont cserébe van egy tágos nagy terem, egy szép nagy asztallal, és ha akarom, kinézek, ott a tenger. Hát ennyi lenne a szállás. És az árakról is beszéljünk, mindez így utószezonban volt nekem 70 ezer forint, ebben benne van ugye a két transfer, és benne van a buszjegy is ide le. Szerintem egy elfogadható ár, májusban ez 50 ezer lett volna, csak azóta már ugye följebb kúsztak az árak. És innen is mutattam a szobát.
Hello, Dia! Nézd csak, mi van itt! Szia! Egy aranyos kis cicus. És közben voltam ebben a sarki kisboltban, hoztam két zsugorrekesz ásványvizet, így 1,60 volt egy zsugorral, 3,2 volt az összes, úgyhogy a muníció most meg lesz. Azért kijövő a szobából vannak felhők. Hol vezetett az első út a bolt után? A tengerhez. Megyünk a tengerre. És az apartmanból kilépve, már is itt vagyok az utcán, kb. Egy 50 méterre a tengertől. Azt hiszem, pacskert le is veszem rögtön, ha már nem kell. Innen itt a homok. Jó kis homok, még vizes az esőtől. És az előtte lévő turnusban mondta a srác, hogy sajnos előző héten nem volt jó időjük, többször is volt eső. Remélem ez a hét jobb lesz az időjárás szempontjából. Valóban bámulatos színei vannak. Szinte aranylik a homok itt végig. És mondják is, hogy Szártinak nincs szüksége antik romokra, épített látványosságra. Maga Szárti a látványosság, ez a part, ez a környezet, háttérben a hegyekkel, ott az apartmanom. Utószezonban nincsenek olyan sokan, de ez így pont jó. És akkor nézzük meg a tengert. Igen, hideg. Első érintésre mindig hideg, de ha valami hihetetlen jó, így sétálni. Nem is tervezem nagyon belemenni, csak egy kicsit tapicskolok itt a szélén. Hát ez pazar. Nem tudom, a kamera mennyire adja vissza a színátmeneteket. Itt világosabb és folyamatosan kékül, ott egy kicsit zöldes, és háttérben pedig az Athos-hegység. Mesés. Fantasztikus. Üdv Szártiról! Nem tudsz vele betelni. Az Athos-hegy a távolban akkor átdob rajta. Hát ezt órákig lehetne így elnézni. És háttérben a hegyeket. Napernyők, és ott van ugye a szállásom, az apartmanom. Ha mondjuk tűzfalra néz az ablak, az erkédet, ki foglalkozik vele, ha 50 méterre itt a tenger, nem? Arra is csodás hegyek, és ott lehet látni, jönnek le a teherautók, itt azért vannak szintek szépen. Ha benn vagy ám, megszokod, nem érzed hidegnek a tengert. Sétáljunk kicsit a napernyők között.
aranypart, gyerekek, aranypart! Mint valami lakatlan szigeten, valami trópusi, egzotikus sziget lenne. Itt tényleg a tengerpart a fő attrakció. Azt a betyárját! És további képek a partról. Mint egy karibi sziget. Lehet itt válogatni, itt egy másik bár. És 3:45 lesz lassan, elgyalogolok ahhoz a bárhoz, amit mondott az ibuszos hölgy, meghallgatjuk a tájékoztatót. Közben meg ami lesz szép, azt majd kamerázom. Kész strandröplabdapályák, rögtön itt 3 is van egymás mellett. Itt aztán lehet csűrni a labdát. Itt is egy újabb város is nyás mögött, és ott van egy kis szentély. Kaktusz növényzet, és kápolna, és ez pedig az Athos Beach bar. És itt a beach bar mellett van egy gyaloghíd is. Szép nagy emelkedése van. És valami csatorna van alattunk, az irányból folyik, tenger felé. De milyen jó kis homokpad itt az Athos hegységgel szemben. Sportpálya mögötte az Athos hegységgel, és itt folytatódik tovább a kis falucska. Aki Sartre-ra jön, ne hasonlíts össze Paráliával, nem olyan nyüzsgős, nem olyan nagy itt az élet, sokkal csendesebb kis falu. Szóval ez egy jóval csendesebb, szerényebb hely. Azért itt is mutatom a házakat. És vannak természetesen modernebb épületek is. Ez az üvegerkély itt is nagy divat. De meg is untam a házakat, újra kijöttem a tengerpart mellé. Végre a sétányra. Egy újabb bár, mellette egy újabb part. Egymást érik a bárok tényleg, egyik a másik után. Lehet itt azért élet nyáron.
Még van 4 percem. De mögöttem van a Bellissimo bár, úgyhogy meg lesz. Innen jöttem ki végig a part mellett. Mellettem balra az oskola. És hátam mögött Ciao Bello, azaz Bellissimo. Itt lesz az IBOSZ tájékoztatója. És még van 2 percünk a kezdésig. Valószínűleg mellett, jó? Nagyon sok minden van, hogy készítettem a bármit. Majd visszajövünk, jó? Szártinak ezen a részén azért vannak bazárok, nem is annyi, mint Parálián, de találunk látni és vásárolni valót. Szuvenyír bőven. Most az van, hogy járjuk az idegenvezetővel Szártit, és ajánlgat nekünk jobbnál jobb helyeket. Van itt egy étterem, ez az Argris. Magyarul nem tudom, hogy tudnak-e, de van magyar étlap is. És azt mondta, hogy elég jó itt a kaja. Az idegenvezető osztott mindenkinek ilyen kedvezményes kupont, egy csomó helyen lehet használni. Ennél az előbb mutatott étteremnél is. Milyen szép. Csodás. Pizza Spaghetti Breakfast Café. Na hát követjük az idegenvezetőt ide is. Itt tart egy tájékoztatót nekünk. Elfelejtettem mondani, a kedvezmény erre az étteremre is érvényes. És megvolt a tájékoztató, nagyon fontos dolgokat mondott el a hölgy, aki idejön, az mindenképpen szerintem hallgassa meg ezt a tájékoztatót. Pár dolgot én is el fogok mondani róla, de úgy nem tudom visszaadni, hogy ő. A legfontosabb az az, hogy itt Szártin a csapvíz nem iható, még csak fogmosásra sem alkalmas, úgyhogy mindenki ásványvizet használjon. A másik fontos dolog, hogy bank nincsen Szártin, viszont van 3 bankjegyautomata, ezt lehet használni, és hogyha valaki nem boldogul vele, akkor az idegenvezetőtől nyugodtan kérhet segítséget. Tyú a betyárját! A régi harci szekér. De jó néz ki ez a kis üzlethelység. Tradicionális görög színekkel. Fölötte szőlő futtatva. Relax Café Pizzeria. Itt tartotta az idegenvezető a tájékoztatót. És itt vele szemben is egy nagyon szép tengerpartrész van. Napernyőkkel, napágyakkal. Amit mindenki használhat, annyi csak, hogy rendelni kell valamit hozzá. És még pár szó elhangzott a hajóutakról is. Ezeknek az indulása mindig kérdéses, erősen időjárás függő. Itt Szártin könnyen, gyorsan tud változni az időjárás, felélénkül a szél. Ilyenkor vagy késik, vagy el is maradhat akár a hajóút, vagy átteszik egy másik napra. Ez mindig attól függ, hogy éppen mi az adott körülmény. Szemben a templom épülete. Előtte mutatom ezeket a csodás virágokat végig. A templom több irányból megközelíthető, most mutatom ezt az oldalt. Kegytárgybolt. Templom mellett kis szentély. Csendesség.
mindenütt virághegyek. És több helyen kitesznek kanárikat kalitkába. Az egyik étteremben is láttam párat. Ha elhagyjátok a tengerpartot és kicsit beljebb jöttök, itt erre följebb északra bőven vannak kis utcák sétálni. Sok szép látványosság. Jukka pálma. Szinte lelöki a teraszt. És itt vagyunk a Szartis tábla előtt. Ciao. Üdv Szartiról! A régi törött amfóra, talán ez az egyetlen antik dolog, de ez se régi, csak egy másolat. Bazár, 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 bazár. Ez a jó pofa kis ház, ki van mázolva rendesen. Na, még a villanyóra is kapott. Oda azért ez se rossz. Majdnem mint villány, csak kicsit újra gondolva. Ahogy az idegenvezető mondta, ha bank nincs is, van 3 ATM. Innen is egy utcarészlet. És ebből az irányból jöttem. Oldalt az ATM-ek. És megvan a nagy szupermarket is. Hát relatíve nagy, autóparkolóval rendelkezik, illetve tolható bevásárlókocsikkal. Ide is lehet jönni. Látjátok, milyen zöld a fű? És ott vannak a szőlők, érnek már a tőkéken a háttérben, meg a bevásárlóközpont. És itt van a Sassos motorkölcsönző. Megnézzük, hogy van-e bringa. Kerékpár az 5 euró, a kis motor, ezek itt 10 eurók per nap, a nagyobb motor az már ugye 20 euró, de itt vannak ezek a jó öreg Typhoonok, kedvenceim, ezek már bizonyítottak a meteóráknál. Aztán ugyanebben az utcában, kicsit hátrébb jövünk, van még egy kölcsönző, megnézzük ezt is. Motorrend Angelo, jó öreg Typhoonok. Épp most hoztak vissza egy lovat. Aha, we are live! Itt is hasonló a helyzet, a motorok. Itt kis motor van ez. 10 euró egy nap, és van 3 kerékpár. 3 kerékpár pedig 4 euró, 5 euró, 6 euró. Ezek vannak. Nézzétek csak! Magyar felirat végig. És az Angelo motor is reggel 8-tól este 8-ig van nyitva, és a kicsit nagyobb testű motor az már itt 15 euró, a kicsi ugyanúgy 10 euró lesz. Újabb szupermarket. És vannak itt azért boltok. Ember sétál jobbra-balra, talál itt bőven. Itt is van mindenféle szuvenyér. Ékszerek, görög amfórák, mindenfajta. Hát ez majdnem olyan, mint a matyó hímzés nálunk. Én szeretném mutatni ott a gránátalma, hogy érik. Sajnos kicsit messze van. Szemben pedig ez a hentesbolt, húsáruk, húskészítmények. Ez pedig egy ilyen halas üzlet. Itt a cégéren is a ponty, halételek.
Ez mind-mind házi készítésű finom méz. Guszta, mi? A méz egyenesen a csomagtartóból van választék. Közben újra visszaértem a tengerpartra. Olyan jó ez a kerítés. Ha, és találtam még egy Sarti feliratot. Sarti. És mi van mögötte? A tenger. Supermarket és a Bellissimo sarkán vagyok, jobbra az iskola, és van egy fontos info, amit mindjárt mutatok ezen az utcán befele haladva. Szemben az Asteras Hotel Sarti, illetve most jobban van az iskola, és ez Sartin az egyetlen iható vízforrás. Ez az a kút vagy csap, azt mondta az idegenvezető, hogyha valami gond lenne, innen lehet fogni ivásra is vizet. Visszajöttem a tenger mellé, alig látszik valami. A tengerparti sétányon végig ki van világítva kandalláberekkel, úgyhogy van fény szépen. Itt vagyok az Athos Beach Barnál, idefele is megálltam. Itt, de kivilágítva azért határozottan jobban néz ki, nem? És itt van a Sunrise Hotel, utána a harmadik már a miénk. Itt a supermarket, Papazaksária, és mögötte vagyunk, megérkeztünk. Görög idő szerint este 8 óra, visszaértem a Kéglibe, és ezzel az óra előrehajtással pont olyanok a fényviszonyok, mint nálunk, ilyen 3-4-8 körül kezd sötétedni, és most hazai teszek, kis konzervet, kenyérrel, esetleg paradicsom, paprika, most nem is kívánok mást, és én lassan is búcsúzom tőletek, hogy mit csinálunk holnap, az majd kiderül a következő részből, remélem velem tartotok, ciao mindenkinek, jó ét, sziasztok!